stúdióban üdvözlöm Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő, estét kívánok! Jó estét kívánok! A Bild című német lap közé tette a német védelmi minisztériumból kiszivárgott tervet, amelyik aprólékosan lépésről lépésre leírja azt, hogy szerintük hogyan fog kirobbanni a harmadik világháború. Ugye ez a Bundeswehr készítette ezt az elemzést. Készülnek ilyen elemzések alapvetően, vagy ez egy célzott elemzés, mire gyanakszik? Néhány megjegyzés. Egy hadseregnek mindig mindenre föl kell készülni. Nagyon rég megjelent egy könyv, aminek az a címe, hogy Für den Fall das, arra az esetre, ha. A másik megjegyzésem az, hogy a Bild egy bulvárlap. A Bildnek olyan címeket kell adni, hogy el tudja adni a lapját. Ez egy kiváló cím. Hát megnézi az ember, és az a úristen, világháború lesz, hát mit tegyek még utoljára? Jó, de nem cáfolt a hadsereg, hogy ezt nem készítették volna. Nem szokás. A Bundeswehr egyébként, akkor kezdjük a máshogy. A Bundeswehr egy kiváló hadsereg volt. Igen. Kezdjük ott, hogy amíg hidegháború volt, és volt egy akkori NDK és akkori NSK, ez a német hadsereg, egy fölkészült hadsereg volt, stb. Megvoltak az európai támadási irányok keletről, nyugatra, nyugatról keletre. Ennek vége van, hát egy új helyzet van. A német egység pillanatától a Bundeswehr leértékelődött. Ma Németország határainál vagy baráti, vagy semleges országok vannak. Semleges Svájc, Ausztria, tehát új helyzet van. Lengyelország. Lengyelország NATO-tag. Ha már ön ezt mondja, hogy Lengyelország, azért annyit hagy még, hogy a lengyel-német viszony hagyományosan feszült. Na. Holott egy szövetségi rendszerben vannak. A lengyel politikán néhány átalakítást lehetne csinálni, de ez most egy más megjegyzés. Tehát ami a Bildben megjelent, az kacsa. Nyilvánvalóan nem fognak erre reagálni. Mit ír a Bild, hogy 30 ezer emberrel elkezdik a háborút? Elnézést. Az orosz hadsereggel szemben a 30 ezer ember az egy csepp. A második megjegyzés. Németországban nem erről folyik a vita. Hát a mai nap nagy vitája az, hogy a német ellenzék, Merzel az élen, és ha egyszer lenne egy óránk beszélgetni, hát a Merz az, akit a Merkel kinyírt, amikor ő frakcióvezető lett, mielőtt még kancellár lett. Merz az, aki most visszajött. Merz az, akit támadnak, most már elég idős, 68 éves, tehát a választásokkor 70 éves lesz, hogy micsoda ember az, aki 1 millió eurót keres évente, oké, de hát munkából keresi. Nagyon érdekes, jó, de óriási támadások értek. És hát, egy pillanatra térjünk vissza ehhez a tervhez. Tehát, igen. Nagyvonalúan átsiklik a fölött ez a bizonyos elképzelés, hogy hát Oroszország és Németország nem határos egymással. Közöttük van Lengyelország. Oké, én tudom, hogy volt már arra példa, hogy Lengyelország és Oroszország felosztotta, vagy Németország és Oroszország felosztotta. Voltak ilyen titkos szerződések, de hát azért ezt csak nem gondolják, hogy ez valakinek eszébe jut 2023-ban, 24-ben. Persze, mi jut az eszébe, hogy adott esetben, tehát kezdjük, az észt miniszterelnök azt mondta ma, hogy 3 éven belül világháborút vár. Na most az észt miniszterelnök nem lehet azt, hogy nem ért hozzá. Miből indul ki? Az alapkoncepció az, hogy a orosz-ukrán háborút Ukrajna nem tudja megnyerni. A von der Leyen ennek az ellenkezőjét mondja, de a von der Leyen most ilyen értelembe felejtsük el. És abból indul ki a balti, a svéd, a skandináv, a lengyel vezetés, hogy utána az oroszok tovább támadnak. Szerintem nem. Nincs értelme. Ha azt mondanák, hogy a volt szovjet területekből oda mennek be Moldova, Grúzia, amelyik nem NATO tag, abban még egyfajta logika lenne, hogy bemenjenek a Baltikumba, azt úgy hívnák, hogy harmadik világháború. De a mai amerikai vezetés is nagyon sokszor hasonló álláspontot képvisel. Hát egy amerikai altábornagy is megszólalt pont ebben az ügyben. De nyugdíjas. Hát naponta olvasom a brit nyugdíjas tábornokok elemzéseit. 1-10 éve nem jutnak információhoz. 2 szegénykék szeretnének szerepelni a rádióba, újságba, televízióba. Ezt emberileg megértem. De a brit tudósok után a brit nyugdíjas tábornokok lettek az új igazodási pont? Hát nagyon sok szempontból igen. Nagyon nehéz nekik elhelyezkedni. Szóval én ezeket belátom, de hát nem ők csinálják ma már a politikát. Amíg aktívak voltak, addig valakik voltak. Ma ők nyugdíjas tábornokok, ennek összes pró és kontra. Még egy utolsó kérdés. Ki akarhatta, hogy ezt kiszivárogtassák? Hát nyilván nem egy katona volt, persze, ez, hanem valami politikus lett. Igen, hát a német politika az döbbenetes. Hát Adenauer óta először van Németországban 3 párti kormány. A 3 párt képtelen egymással együttműködni. A német törvények szerint csak úgy lehet kancellárt buktatni, ha előtte megválasztom az újat. Ezt hívják úgy, hogy konstruktív bizalmatlansági indítvány, mert a Weimari köztársaság azt mutatta, hogy rengeteg ideig nem volt Németországnak kormánya. Na most még a Bild, persze, hogy lehozza ezt. Hát a Bild ettől kezdve aznap óriási példányszámba elment.
nem akarok, ha valaki jó újságot akar olvasni, a Die Zeit, tehát a Süddeutsche Zeitungot, a Frankfurter Allgemeinet, és még tizet fölsorok olvasa, a Bild egy bulvárlap. Ettől függetlenül káosz van Németországban. Így van, de nem emiatt. De és nem ez emiatt. Fontos, persze. Igen, igen. Tehát azok a tények, hogy a német traktorosok az utcára vonulnak, hogy sztrájkolnak a mozdonyvezetők, széthúzás van a politikában, hogy képtelenek megtalálni a hangot a saját lakosságukkal, ezek mind, ha már ön felhozta a Weimári köztársaságot, ezek arra utalnak, hogy hát bizony ilyen weimárizálódásnak a jelei tapasztalatok Németországban. Van arra ötlet, ön lát arra elképzelést, hogy valaki előálljon egy konstruktív megoldása, hogy hogyan nem lehetne megoldani? Nem, ezt? Mindenki előáll egyel, de ezek egymás semlegesítik. Nekem ez a bajom. Következő, elnézést kérek. Mekkora összegről folyik a vita? Mekkora az az összeg, amivel most a gazdákat megterhelték? Tehát plusz dízeladó, plusz mezőgazdasági gépjárműadó, évi 400 millió euróról beszélünk. Mekkora az az összeg, amit ingyen odaad Németország évente Ukrajnának? 8 milliárd. Tehát ennek a 20-szorosa. Na most ettől kezdve kellene egy olyan német politika, amelyik egy kicsit reális, amelyik azt mondja, most tüntetések abban maradtak, csütörtökig tárgyalnak, meglátjuk, hogy mi lesz. Már elkezdtek tüntetni a román gazdák. Ez végig megy, mert a ukrán gabona behozatala mindent borít Európába. De hát a németországi helyzetet egy politikai jóindulattal meg lehetne oldani. Ki a mezőgazdasági miniszter? Egy török származású fiú, Özdemir. Zöld. Igen, aki mit mondott, hogy amikor a kormány ezeket a döntéseket tárgyalta, nem volt ott. Hát a halálos ágyamon nem mondanék ilyen hülyeséget. De honnan van ez a nagy bátorság olyan döntéseket meghozni, amivel pontosan tudják, hogy az utolsó csepp? Mert úgy érezték, hogy ez is átadható, ez is elmondható. Hát elnézést, van egy német külügyminiszter, aki sokkal-sokkal szebb, mint én, Annalena Baerbock. Hát ő mit mondott, hogy tavaly 540 napot dolgozott. Én elkezdtem számolni. 360 fokos fordulatot kellene tenni a Putyinnak ahhoz, hogy jól működjök. Szörnyű, pont, igen. Jó, ennek ellenére bennük mégis van bizalom, meg ők mégis felerősnek érzik magukat az uniós ügyekért. Ön látja a végét ennek a folyamatnak a politikai, ha már Weimarból indult? Nem. Tehát gyakorlatilag ma ott tartunk, hogy Németországban kormányt buktatni szinte lehetetlen. Ma két párt tudna többségbe kormányozni, ha kiírnák a választást, nem írják ki. 31% körül van a CDU-CSU és 22% körül az AfD. De az AfD ellen megindultak most a tüntetések. De akarják tiltani. Így van, de idén 3 tartományi választás lesz, mind a 3 a volt NDK-ba. A jelenlegi hivatalos német statisztikák szerint az első választáson a mai 3 kormánypárt együtt fog kapni 11%-ot, ebből az FDP 1%-ot. Ki fog nyerni? Azok a pártok, amelyek nincsenek kormányon. Ettől kezdve lesz érdekes helyzet. Nógrádi György, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm meghívást.